Tehát ott jártam, hogy nem csak a lopott pénzből egy kicsit akarunk visszakapni, az egész lopott pénzt és kártérítést. Mert hogy kárunk keletkezett. Ezeknél a törvényeknél elvették a lehetőségét, hogy az emberek értelmesen perelni tudjanak. Azt szeretnék, és ugye tavaly ősszel a bankárok ki is nyilatkoztatták, hogy nekik nem jó az, hogy az emberek össze-vissza perelgetnek. Hát ez, hogy nem jó nekik, mert még a végén kiderül az igazság. Volt jó néhány olyan bíró, aki belátta azt, hogy itt az embereket rabolják kifelé, itt az emberektől jogtalanul vesznek el pénzeket, jogtalanul, már pedig minden életelvétele jogtalan, tehát életeket vesznek el, házakat vesznek el, és ezt nem lehet így tovább folytatni. A bankárok azt szerették volna elérni, hogy ne lehessen perelni, de azért nagyon átlátszó lett volna, ha így konkrétan kimondják, hogy na mostantól nem lehet perelni, kitalálták, hogy hogy ne lehessen perelni, ezek a törvények erről is szólnak. De az igazi probléma, és azt gondolom ez volt a kegyelemdöpés, nem véletlen vártak a választások az utolsó választás végéig, ez pedig a forintosítás volt. A forintosítás az, amikor én hiszem, hogy ki fog csordulni az utolsó csepp a pohárból, nem csak azoknál a 30-100-200 embernél, aki rendszeresen kiáll az igazáért, vagy azért annál a 10 000-nél, aki pereskedik, hanem 100 000-eknél fog eldurranni, és ki fog derülni az, hogy itt bizony egy hatalmas nagy átverésről van szó. Mi a probléma a forintosítással? Hát a leginkább az, hogy 2,56. Nem volt elég egyszer az 56. Pontosan nem tudom ott mitől borult ki a Billy, mi volt az utolsó csepp, de a 2,56 a második 56 lehet. Mert hogy 256 forinton bárki besétált bármikor a bankjába, és átváltott a forintra a hitelét. Ez egy nagy történet. Ha valaki késésben volt, és ezt sokan nem tudják, akkor még alacsonyabb árfolyamon is átváltották, tehát elengedtek a tőketartozásából. És most nagyarcoskodnak, hogy na mi aztán jól megmentettünk benneteket 2,56. Mert az majd milyen jó lesz az országnak és bárki másnak. Hát nem jó. És a csókosoknak 180. A népnek meg 2,56. A 2 per 2014-es jogegységi határozatban a kúria azt mondta, hogy az árfolyam kockázat az bizony nem feltétlen az adós terheli. Míg ugye fél évvel előtte azt mondta, hogy már pedig az adós terheli, de hát ez egy másik történet, kúria is tud fejlődni, ők nem akarnak az emberek áldozata lenni, nem akarják, hogy őket is kitelepítsék az országból, mint amit fognak tenni az emberek ezekkel a mocskos politikusokkal. Ugye, hogy miért pont itt? Mert hogy ez az ember, ez a patkány Trócsányi, ő a fő patkány az egész között, ő adta be ezeket a törvényeket, ő jegyzi. Ez egy hatalmas doktor, annyi címe van neki, ha megnézitek az önéletrajzát, hogy követni se lehet. Szerte a világban adott ki mindenféle publikációkat, és szinte mindenütt megfordult már, ahol a doktort úgy elvárják a neve előtt valakinek. Tehát én azt gondolom, hogy alapvetően nem lehet hülye. Csak egyébként hülye. Így van, ügyesen tudja a hazugságot védeni. Azért vagyunk itt. Kövérnél melegítettünk a múlt héten ugye a kitiltás miatt, de már ott is bőven beszéltünk a 256-ról is, hiszen neki, mint házelnöknek is lett volna lehetősége ezt a törvényt egy kicsit halogatni. Addig jobb belátásra térnek ezek a mocskok, hát nem tértek, és Kövér is nagyon gyorsan át akarta vinni. Tehát ez a bankárminiszter, mert ugye most ha nyugodtan nevezhetnénk, itt át is lehetne írni, tehát nem igazságügyi minisztérium, hanem bankárügyi minisztérium, mert ugye ha az igazságügyi minisztérium az igazságért tevékenykedik, akkor neki nem lehet az a neve, hogy igazságügyi minisztérium, csak és kizárólag bankárügyi minisztérium, mert hogy a bankárokért folyik minden. Ennek a patkány királynak az irodája, a Trócsányi és társa, a bankokat védi az adósok ellen a perekben. Hát én azért elgondolkodom azon, hogy egy olyan ember ad be törvényeket, aki
egyéb már mint adósmentő törvényt, aki bankot véd az adósok ellen a perekben, az minimum összeférhetetlen. Hát ha összeférhetetlenül jön létre egy törvény, akkor az nem törvény. Ez egy tisztességtelen törvény, és tisztességtelen törvényre jogot alapítani egész biztos, hogy nem lehet. Egy dolgot azért hiányolok ezen a mai rendezvényen, a jogászokat. Azokat a jogászokat, akik olyan ügyesen, és sokszor és újból elmondják, hogy ez a törvény miért törvénytelen? Miért nem volt joga már beterjeszteni sem ezt a törvényt? Az összes többi, ennek az elődjei is alkotmányellenesek, és európai törvényekbe ütköznek, és egyébként mindenbe beleütközik, amiben csak ütközni lehet, és ezek a jogászok most nincsenek itt, hogy ennek a mocsoknak a szemére vessék, hogy figyelj, te egy hülye doktor, vagy jó doktor maximum, de lehet, hogy a lovamat sem engedném, nincs is lovam, de ha lenne, hogy egy ilyen doktor közel menjen hozzá, nem hogy az igazsághoz, de semmihez. Egy sima gyúkperben a szomszéddal nem szabadna odaengedni egy ilyen mocskot. Na ezek a jogászok innen azért még hiányoznak. Én azt gondolom, hogy egy picit félnek még. Vagy nagyon félnek, nem tudom mitől. Na de hát mi nem félünk. Hát nem félünk, így van, de félhetnénk, hiszen a mi egzisztenciánk is ugyanúgy kockára van téve. A mi időnk, a mi fagyoskodásunk is. Pont ugyanúgy, mint az övéké. Tehát én igenis elvárom a jogászokat, akik olyan jól meg tudják mondani, hogy miért szar az egész. Hogy ezt mondják már meg egy ilyen helyen is, hiszen be van szarva Trócsányi. Tőlünk itt vagyunk 30-an, vagy nem tudom hányan, néhány autóval, és ettől be van szarva, hiszen nincs itthon láthatóan, vagy ugyanúgy sötétség van az ő házukban is, mint a kövérházában, mert ugye azért nyilván, ha valaki már ilyenkor mennül a nem tudom melyik szobába, vagy nappaliba, akkor csak gyújtana egy villanyt, ha lehetne. De szerintem olyan sötétség van az agyukban, hogy ez náluk nem működik. Tehát azért nagyon fontos, hogy itt legyenek és ne féljenek most már sem a jogászok, sem a szakértők, mert nem sok lehetőségük van. Ha nem állnak ki az igazság mellett keményen, határozottan az utcán és bármilyen fórumon, akkor előbb-utóbb kénytelenek lesznek ennek a hatalomnak behódolni. Be fogják őket olvasztani. Hát mi nem fogjuk hagyni magunkat, és nagyon nagy szükség van rájuk ahhoz, hogy ez az átmenet vér nélkül működjön. Mert sajnos ezek ellen érveket csak jogászok tudnának. Üdvözlöm! Nem, beszéljük meg, mit szeretem. Azt szeretném mondani, hogy mi a szarnak jönnek ide, és az egész környéket is fellármázzák. Azt szeretném mondani. Jó, akkor erről... Beszéljünk erről egy kicsit, ha itt lett volna az elején, akkor már tudná. Itt millió... Hát most lehetett kérdezni. Tehát ha valaki kérdez, akkor várja meg a választ. Hát akkor legyen olyan kedves ne kérdezni. Tehát vagy tessék kérdezni, és akkor várja meg a választ, vagy ha nem kíváncsi rá, akkor ne kérdezzen. Én amikor kérdezek valakit, akkor kíváncsi vagyok az ő válaszára. Hát ide költözött egy patkány, aki... Embereket! Köszönjük, nagyon kedves! Nagyon jó, én örülök neki, hogy ez engem minősít, pontosan, de nem csak engem, hanem ezt a bátor csapatot, hogy ide mert jönni ehhez a mocsokhoz, és elmeri neki mondani. És akik nincsenek itt, azokat is minősíti, mert azok vagy nem mertek eljönni, vagy lusták eljönni, vagy eltűrik azt, hogy őtet kifosszák, nyomorba döntsék. Köszönjük szépen az észrevételt, máskor nagyon szívesen válaszolok rá. Picit beszéljünk erről a törvényről még. Kénytelen vagyok én beszélni hozzá, pedig egyetlen doktor sincs a nevem előtt, de valami a törvény általános indoklásában nekem is feltűnt, meg Suginak is feltűnt, meg jó pár embernek feltűnt, olvasom. A természetes személy hiteladósok helyzetének rendezése érdekében a jogalkotó célul tűzi ki a pénzügyi intézmények fogyasztói hitelszerződéseinél a pénzügyi intézmények tisztességtelen hitelezési gyakorlatának megszüntetését. Tehát ez azt jelenti, hogy eddig tisztességtelen volt a hitelezési gyakorlatuk. Tehát csaltak.
Törvényt sértettek! Erre mi csinál ez a buzifejű? 256! Hát ez vagy hülye, vagy nem normális. Ha egyszer eddig tisztességtelen volt, ott van a söprő, így ki van söpörve a francba. Bizony. Tehát ha eddig tisztességtelenek voltak, törvényt sértettek, akkor mitől 256? Hát akkor nem 256. Majd azt mondja tovább ez a mondat, és az erős fogyasztóvédelmi jogi garanciák törvénybefoglalását, továbbá ennek keretében a fogyasztók számára kockázatos devizahitelek. Tehát a fogyasztók számára eddig is kockázatosak voltak a devizahitelek. Erre azt mondja ez a nyomorult, hogy 256. Ha valami nagyon nem stimmel, ebben nagyon össze van kavarodva valami, lehet, hogy ez a sok doktor, ez már annyira zűrösök neki benne az agyában, hogy hülyeségeket beszél. És még azt mondja, hogy illetve a devizai alapú hitelek kivezetését, végül a kamat kondíciók átláthatóságát. Tehát eddig azok sem voltak átláthatók. Tehát most szeretnénk mindent rendbe tenni, de a bankok, nehogy már kárt szenvedjenek. 256, és azt is az MNB-től. Ez az anyjának az átlója. Ez az anyjának, igen. 15% az MNB nyeresége. Így van. Nos, a mai rendezvényünknek az elnevezése az első gyertya. Ugye nyilván lehet több gyertya is, ez majd attól függ, hogy mekkora igény mutatkozik rá, és kapunk-e még a környéken címeket ezzel kapcsolatban, hogy hova érdemes jönni. Ezért most megnyújtjuk itt az első gyertyát, oda tesszük a kapuja elé, majd az a kérésen bekapcsoljuk egy dalt, és amíg ez a dal szól, addig gondolkodjunk el egy kicsit ezen, hogy miről is szól ez a 256, illetve ha van kedvetek, akkor vannak itt még mécsesek, bárki tehet még egyet-egyet oda a kapuja elé. És akkor már tovább tegyük.